A kutatók becslése alapján a kommunista diktatúra áldozatainak száma eléri a 100 millió főt. A kényszertáborokban, éhínségben, illetve a kivégzések által elhunytak száma közel 1 millió. A rendszer áldozatai közé tartoznak azok, akiket bebörtönöztek, kínoztak, vallattak, megbélyegeztek a csoport, illetve vallási hovatartozásaik miatt. Odakint most szörnyek járnak, nem akarnak tűnni az árnyak, téged most a csillagok várnak, ne felejtsd el azt álmodtad, hogy szeretsz, azt mondtad úgy szeretsz, hogy senkit még a fiam lehet, ez így lesz már és vége lesz, majd minden rossznak nem szabad félni. Az országgyűlés 2000-ben elfogadott határozata szerint minden évben február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet a kommunizmus áldozataira, és emlékezzen azokra, akik életüket vesztették, vagy szenvedtek a kommunista diktatúra alatt. Sokkal többen voltak azok, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. Magyarországon 1945 és 1989 között több mint 70 ezer ember börtönöztek be politikai okokból, és az 1956-os megtorlás áldozataival együtt 714 embert végeztek ki. A koszorúkat az 1956-os emlékműnél helyezték el.